Emlékkönyvátadás, közös kocintás. A Sátoraljaújhelyi önkormányzat néhány éves hagyománya, hogy a város vezetői a ballagás hetében a négy középiskola végzős diákjaitól külön is elbúcsúzik. Ilyenkor a szellemi útravaló mellett egy emlékkönyvet is kapnak a diákok, hogy eszükbe jusson ez a város akkor is, amikor már nem járnak ide iskolába. Mi örültünk annak, hogy négy évig ezeket a járdákat, utcákat koptattátok, hogy ide jártatok iskolában, hogy diákjai, polgárai voltatok Sátoraljaújhelynek, még ha nem is teljes jogúak, hiszen nem voltatok még érettek. Tehát most az érettségi előtt néhány nappal már elmondhatjuk, hogy elvileg korotok alapján érettek vagytok, megérettek arra, hogy azt tudjuk mondani, hogy mint újhelyi polgár, az újhelyi polgárral tudunk beszélni egymással. A fiataloknak is számít ez a kis ünnepség, fejtették ki többen is a találkozó után. Számukra legalább annyira fontos ez a búcsúzás, mint a központi ballagás. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy polgármester úr így gondol, így a ballagó diákokra itt Sátoraljaújhelyen. Kis könyv, amit emlékbe kaptunk, az hát szerintem évek múlva, ahogy mondta is, hogyha mondjuk beporosodna, akkor biztosan szép emlékeink fognak eszünkbe jutni róla. Ez hasonló, mint a központi ballagás, csak hát itt most a saját évfolyamtársainkkal vagyunk együtt. Izulok az érettségi miatt is. Ezen a találkozón tiszteletbeli újhelyivé fogadják azokat a tanulókat is, akiket az elmúlt 4, 5 vagy 6 évben iskolájuk kötött ehhez a városhoz. Sátoraljaújhely, visszavágtiteket az emplén és Kokahegyalja, és bízom benne, hogy aki tovább tanul a tanulmányai befejezését követően, aki pedig egyből a munkaerőpiacra kerül ki, az pedig itt a térségben találja meg a szerencsét, találja meg a boldogulását, és valóban értékes polgárai lesznek ennek a térségeknek, leginkább Sátoraljaújhelynek. Én Király Elmec mellől származom, B nevű faluból, és hát magamba fogadtam. Én nagyon szeretem Újhelyt, én oda-vissza vagyok ezért a városért, nagyon szeretem, a jövőben szeretnék ide visszajönni, nagyon tetszenek a programok, ez az ünnepség is felemelő érzés, hogy itt lehetek, és a polgármester köszönt minket, és sok sikert kíván az érettségihez, és szerintem mindenkinek megtisztelő érzés. A következő napokban sok fontos esemény előtt állnak még ezek a fiatalok. A csütörtöki ballagás után hétfőn megkezdődnek az érettségi és szakmai vizsgák.